Mindenképp a speciális játékokon ment ez a mérkőzés. Úgy sajnos egyáltalán nem értem, hogy a csapatunk karakterét tekintve hogy lehet az, hogy éppen a liga utolsó helyén állunk a büntetés percek tekintetébe. Sajnos, tehát ez nekem azt mutatja, hogy a legfegyelmezetlenebb csapatok közé tartozunk, sőt az vagyunk most per pillanat, ami annak köszönhető, hogy nem kocsázunk eleget, és rosszul használjuk az időnket, úgyhogy ezáltal rengeteg hátrányt játszunk, amiből meg rengeteg gólt kapunk, és amikor emberölőnyt kell játszunk, akkor sajnos azt még nem tudjuk gólra vártani, úgyhogy ez megint csak egy újabb dolog, amiben javulnunk kell, és javulni is fogunk. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, de nagyon fontos 3 pontot sikerült itthon tartanunk. Ugyanezt a játékot kellene holnap is mutassuk, és örülünk, hogy sikerült az elején gólt szereznünk, ami kicsit nehezünkre vált az utóbbi mérkőzéseken, és sikerült ezt az előnyt végig tartanunk, nem kerültünk hátrányba. És örülök ennek a lehetőségnek, amit az edző ad, próbálok a bizalommal élni, és a kapott játék lehetőséggel úgy meghálálni, ahogy illik azt. Sajnos a speciális játékunk nem úgy működött, ahogy kellett volna, hiszen 2x5-3-ba támadhattunk, de a Gyergyő jött belőle támadni, úgyhogy erre sokkal nagyobb figyelmet kell fektetnünk, hogyha a mérkőzéseket akarunk nyerni, mert ezek az elemek döntenek el ilyen szinten egy mérkőzést. Igen, hát ugye sajnos még utolsók vagyunk, de úgy érzem, hogy meccsről meccsre fejlődünk, és az edzőnk is ezt mondja, hogy ez a lényeg, hogy minél előrébb lépjünk minden mérkőzésen, és megtanuljuk azokat a dolgokat, amik nem mennek. Yeah, it was good. Sigurd Dolin always, I say to him every day, shoot more, because have a great shot, and also when he come in and that second fucking rebound, he's one of the best player in the league. So you have to shoot and beat them into the net and to the second pucks, but I think we have a big incentive from the start in this game. We don't use that maximum. We have lots of chance to score, and a little bit we lose our patience in this game, but I am happy for 3 points and should be also happy, because they play a good defense and they have a good goalie here, and we also have a good goalie, so we have to prepare for tomorrow and play a good game tomorrow again. Some games I cannot score. I don't know. Maybe it's like when you sometimes you cannot score. This is how to say collect in one. And today it was. I think it was just happy day for me. Good, but it's our work. It's not only my work. Our team work for this. We need points in home game. Atmosphere is amazing every time when I play. The last season, every time we come in, and in here atmosphere was amazing. I come to this club. I like play this. We play in this club. It's not, it's just sometimes I try to do this on the practice and nothing, how to say, just try, and sometimes I can, sometimes no. Today is a good day for me.